lehet látni, hogy jobban szétszórják. Ezeknek a prizmáknak a segítségével próbálták elmagyarázni az érdeklődőknek. Hogyan is viselkedik a fény, milyen erősen világít, ha például felkapcsoljuk az autó világítását. Látni és látszani ugyanis nagyon fontos, főleg ha a biztonságos közlekedésről beszélünk. Mobilis 2014-15-ös tematikus éve közlekedés biztonságról szól, és ezen belül az október havi programunk a Látni és látszani címet viseli. Úgy gondoljuk, hogy ennek a témának különös aktualitása van így október vége táján. Nyilván egyre kedvezőtlenebbek a látási viszonyok az utakon, egyre fontosabbnak tartjuk azt, hogy megvizsgáljuk a gépjárműveinket is ebből a szempontból, illetve saját magunkat is, hogy megfelelően felkészültünk-e az őszi és télies útviszonyokra. Ugye nem látszik itt a szemét, hogyha nem is lenne ott semmi. A kiállított tárgyak mellett a kísérletek sem maradhattak el. Megtudtuk például azt is, hogyan lehet eltüntetni egy üvegtárgyat az olajban, vagy hogyan változik az arcunk, ha egy óriási lencsét tartanak elé. Mai tematikus rendezvényünkön a Látni és látszani című országos kampány részeként egy ingyenes látásvizsgálaton vehetnek részt kedves látogatóink. Emellett egy partnerünk jóvoltából gépjármű bemutatókra is sor kerül. Ezek az autók ezek önmagukban is azt gondolom, hogy nagyon szépek és hasznos a megtekintésük, de mi kifejezetten a világító testeikre fókuszálva mutatjuk be ezt a két autót a mai napon. A Mobilis következő közlekedés biztonsági programja novemberben lesz, amikor a karosszéria, dizájn téma kerül előtérbe.